Sziasztok! Méhész Alexandra vagyok, és ebben a videóban szeretném nektek bemutatni a 2017-es nyári újdonságokat. Az első termék, amit szeretnék bemutatni, az a Cover Line Pink Base Gel lesz. Ez a már korábban megjelent Base Gel-nek, Cover Pink Base Gel-nek ugye egy világosabb verziója. Ez igazából azokban az esetekben használható, illetve javasolt használni, amikor a vendégeknek egy picikét világosabb színű a természetes körömágyuk, és a Cover Pink árnyalat az egy picikét sötét volt hozzá. Innentől fogva ugye a light színnel meg lehet oldani ezeknek a vendégeknek is azt a fajta géllakkozást, amivel tényleg két lépésben elkészíthető akár egy francia géllak, és hát természetesen nem csak egy géllak bézgélként használhatjuk ezt a terméket, hanem akár két rétegben felvívve egy nagyon szép nude natur hatást is érhetünk el, illetve műköröm alá is lehet használni, ugyanúgy, mint az elődjét, töltéskor és építéskor egyaránt. Egyéb tulajdonságait tekintve ez az anyag abszolút megegyezik az elődjével, tehát nagyon jó tapadással bír, a körömlemezen az eloszlatása nagyon könnyű, egy picikét ebben kevesebb pigment van talán, és ebből kifolyólag egy rétegben egy ilyen halványabb fedést ad, ami szerintem főleg ezeken a körömtípusokon, amelyek egy picit világosabb árnyalatúak, nagyon szép hatás. Viszont két rétegben használva van benne már egy olyan színhatás is, ami ugye már akár egy teljes fedést is eredményezhet, és hát műköröm esetén, amikor töltünk vagy építünk egy új körmöt, szerintem akkor is nagyon előnyös az a tulajdonsága, hogy egy picikét kevesebb pigmentet tartalmaz, mert a rákerülő Cover Pink, illetve Cover Refill színekkel még jobban harmonizál. Kötési idejük ugyanúgy UV lámpában 2-3 perc, LED lámpában pedig 1-2 perc. A következő pedig a legújabb fényzselénk lesz, ez egy személyes kedvencem, ez a Cool Top Gel. Ugye ebből is van 4 és 8 ml-es kiszerelés, ugye a 8 ml-nél láthatjuk, hogy egy gyönyörű szép dobozba is került. Hát ez a fényzselé, ez egy nagyon nagy várva várt kedvenc lesz szerintem sok mindenkinek, ugyanis ez egy rugalmas, szuperfényes, fixálásmentes anyag, amit mindenre fel lehet vinni. Ami azt jelenti, hogy műkörömre, mindegy, hogy zselé, porcelán, lehet használni géllakra is, három stepre, van stepre egyaránt, megerősített körmökre, díszítésre, igazából mindenre alkalmazható, és ami nagyon-nagyon jó még benne, hogy tényleg gyönyörű szép a fénye, és fixálásmentes. Ugye, aki dolgozik szalomban, ők végképp tudják azt, hogy az az 1-2 perc is mennyit számít, amíg ugye akár alaposan lefixálunk egy körmöt, és ezzel abszolút megoldódik ez a probléma. Ráadásul, hogyha ezt az egy fényzselét tartjuk, innentől fogva mindenre rá tudjuk kenni, és tényleg nagyon-nagyon szép fénye lesz, és hosszan is tart. Illetve még egy nagyon jó tulajdonsága van ennek az anyagnak, az az, hogy ez a nagyon kékes fénye nincs meg, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk meleg színekre használjuk, vagy kékre, feketére, pirosra is, bordóra is, ha kenjük, akkor sem fogja elváltoztatni a színét, mert nincs ez a kékes, lilás, hát irizálása, amikor ugye kimegyünk a napra, vagy akár, hogyha felhős is az ég, de magas az UV-sugárzás, ugye ott is jelentkezhet ez a kékes elszíneződés. Ugye ez főleg Supershine optiknál tapasztalhattuk, hiszen az a fényzseli az, amelyikben sok ilyen színélénkítő van, ami világos színeken nagyon-nagyon jól mutat, de a sötét színeken kevésbé volt olyan hasznos ez a tulajdonsága, tehát ennek a terméknek igazából nincs meg ez a hatása, úgyhogy bátran kelhető akár sötétebb színeken is, viszont ettől függetlenül a világos színeken sem fog abszolút csárgulni az anyag, tehát nagyon-nagyon szépen lehet dolgozni vele tényleg mindenen. Úgyhogy én ezt kifejezetten ajánlom. Kötés ideje ugyanúgy 2-3 perc UV-ban, LED-ben egy picit rövidebb, 1-2 perc, ugye a ragacsos rétegét ugyanúgy hamar elveszíti, mint az összes többi fixálásmentes anyag, úgyhogy egy ilyen 20-30 másodperc után már száraz a felülete, akár díszíthető, nagyon jól alkalmazható krómporokhoz, ugye ez most még mindig szerintem egy nagyon divatos díszítési technika,
a krumplikhoz is minden felületre kiválóan használható, és nagyon jól tapad, alá, fölé is lehet nyugodtan alkalmazni, illetve majd később fogok beszélni róla, lesz egy új díszítő újdonság, ez a Crystal Flakes, ez igazából egy díszítő pehely, amihez szintén egy ilyen fixálásmentes felületre van szükség, és ugye három stepnél ezt nehéz megoldani, szerintem krompornál is, meg majd ennél a flakesnél is, ugye abba a problémába ütközhetünk bele, hogy hát jó, három step, de mi a szösztkenjek rá, ami fixálásmentes, és ugye nem fogja elszínezni. Na hát a kultopgél lesz erre a megoldás, tehát mind a kettő díszítésnél is a kultopgélt nyugodtan lehet három steppekre rakni, és akkor gyönyörűen rajta fog maradni a krommirror, por, illetve a Crystal Flakes is. Következő két termék, amiről beszélni szeretnék, ez két új árnyalata a tavasszal megjelent glassy krisztallakoknak. Igazából egy türkiz és egy neon pink árnyalat jelent meg, ami szerintem abszolút passzolható majd a három step, illetve one step színekhez, amik ugye most a nyári divatszínek lesznek, és hát ugye nyáron szerintem mindenki szereti ezt a tengerkéket, a neon színeket, ugye a neon rózsaszín azt gondolom, hogy a legnépszerűbb, úgyhogy ez a két árnyalat, ez tényleg ehhez a nyári hangulathoz abszolút passzolni fog. Ugye minden egyéb tulajdonságukban megegyeznek a korábbi kollekcióval, tehát ez abszolút egy-két új tag lett. Ugyanúgy ugye áttetsző hatásúak, ugyanúgy lehet használni őket, akár a nélfettiken, akár lehet használni majd ezeken az új flékeken, akkor jelennek meg majd arany, ezüst, matricák, azokon is kiválóan alkalmazható, úgyhogy egy csomó-csomó olyan terület van, amin ezeket a glasszikat be tudjuk vonni a munkánkba, és nagyon izgalmas díszítéseket készíthetünk velük. Három step krisztalakokat szeretném bemutatni, a nyári trendszíneket, ebből 5 árnyalat jelent meg, 3S61-jel indul a számozás, és 3S65 a vége. Na most megjelent 2 ilyen kékes-zöldes szín, ugye a 3S61 és 62, ezek gyönyörű szépek, igazából az egyik türkiszöld, a másik pedig türkiszkék. Megjelent a 3S63-as kóddal egy nagyon-nagyon szép királykék árnyalat, hát vagy inkább tintakék, ez egy nagyon jó kis élénk kék, viszont egy ilyen közepes árnyalat, a nyári tengerész mintákhoz szerintem ez egy nagyon jó párosítás lesz, azt gondolom, hogy ez hiányzott ez az árnyalat idáig, úgyhogy ez nagyon klassz lesz, és hát ugye már az üzletekben is lehet látni, hogy a divatban is, ugye a ruhákban, cipőkben, táskákban jelenik meg ez a narancspink párosítás. Ehhez három stepből és majd royalból is hoztunk ki színeket, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó kombó, úgyhogy a 64-es az egy ilyen jó kis érett narancsos szín, a 65-ös pedig egy élénk rózsaszín, nem mondom, hogy pink, mert igazából nem egy ilyen neonos árnyalat, hanem egy ilyen nagyon erős ciklámen, nagyon-nagyon szépek egyébként együtt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a három is, illetve ez a kettő is klasszul működik együtt, úgyhogy tényleg egy nagyon jó kis kombinálható kollekció ez most. One Step krisztalakból 3 árnyalattal rukkoltunk most nyárra elő. 1-es 49-es, az egy türkiszes kék, egy nagyon szép világos kis tengerkék. 1-es 50-es, az egy tintakék szín, egy jó kis élénkék. És az 1-es 51-es, az pedig egy nagyon szép narancs szín, egy ilyen élénkebb, érettebb narancs. Viszont az 1-es 51, az egy picike gyöngyházat is, gyöngyház szemcséket is tartalmaz. Picikét csillog, nagyon-nagyon szépen szikrázik igazából a napon, pici szemcséket tartalmaz, és attól lesz igazából ilyen jó kis csillogó. Ezekből is ugye van 4 és 8 ml-es kiszerelés is egyaránt. A három step és one step színek egyaránt mind nagyon krémesek, és nagyon jó pigmentált árnyalatok, és hát természetesen minden tulajdonságuk megegyezik a kollekció többi tagjával, tehát a kötési idejük ugyanúgy 1-2 perc LED lámpában, 2-3 perc UV lámpában, ugye a fedőket is ugyanúgy használjuk, ne felejtsük el, hogy most már három steppekhez itt van ez a kultopgél, tehát bátran lehet használni, ugyanúgy fixálásmentes ez a fedőfény, úgyhogy aki oldja a géllakokat, ő nekik is kiválóan megfelel majd. Megjelent egy nagyon klassz három step készlet, ez a My Glow készlet.
Én most már többször kaptam olyan kérést a vendégeimtől, hogy hú, hát látták, hogy van világítós géllak, és hogy mennyire tetszik nekik, hogy van-e nekem ilyenem. Hát természetesen nekem is van, viszont most már készletben is be lehet őket szerezni, és ebbe benne van a pink, a peach, ami nálam a legjobban megy, illetve ez az égkék szín, és még benne van ez a halvány lila. Úgyhogy ez a négy színes háromstep MyGlow krisztalak, ami ugye a leginkább, vagy legsűrűbben választott szerintem a vendégek által, úgyhogy őket meg lehet kapni egy készletben most már. Nézzük akkor a négy új Royal Jelly színt. Jó, ugye a Royal Jelly-ből négy új színünk jött ki, ugye ez a szokásos 3 és 4,5 ml-es verzióban is elérhető, ugye a 3 ml az mindig limitált darabszámmal van a polcokon, ugye hát, hogyha valaki ki szeretné próbálni, akkor megteheti. Négy árnyalatunk van, ebből kettő kékes árnyalat, van egy picikét fáradtabb, világosabb kék, ami inkább ez a farmer kék, illetve van egy élénkebb kék, ami szintén ez a tengerészkék, amit abszolút lehet ezekhez a tengerészes mintákhoz alkalmazni. Ugye a tengerészkék ez a 101-es, és ez a picit álmosabb kék, ez a 104-es számú, és van kettő szín, ami abszolút ez a narancs és pink, és ezekből ugye ezeket a párosításokat lehet majd nagyon klasszul megvalósítani. 102-es a narancs, és 103-as pedig ez az élénk ciklámenes rózsaszín. Úgyhogy ezek is nagyon jó kis színek így a nyárra. Ugyanolyan a kötésük, minden felhasználhatóságuk, ugyanúgy pigmentált anyagok, fixálásmentesre kötnek, egy-két rétegben alkalmazhatóak, egy-két perc a LED-ben a kötésük, UV-ban 2-3 perc, és itt is megemlíteném, hogy a kultopgélt egyébként ezekre a termékekre is lehet használni, tehát általában ugye két rétegben visszük föl vékonyan a Royal Jelly-t, ugye fednek ezek egy rétegben is, csak sokkal egyszerűbb kettő vékonyabb rétegben dolgozni, kevésbé deformálja vagy torzítja el a körömnek a felületét, hogyha így alkalmazzuk őket, illetve könnyebb is, abszolút nem mozdul, folyik, stb. És amikor a két réteg fönn van, akkor nyugodtan lehet zárni a kultopgéllel is a Royal Jelly felületét. Van egy teljesen új termékcsoport, ez a Royal Cream díszítő zselék csoportja. Ebből most rögtön 6 színnel rukkoltunk elő. Igazából majd a matricáknál, illetve a nyomdalemezeknél is fogok egy kicsit ezek kapcsán ötleteket adni, de amit tudni kell róluk, hogy majd ezekhez a díszítő, egyéb díszítő termékekhez párosítva teljesen új hatásokat lehet velük kialakítani. Ezek az anyagok krémes sűrűségű, vagy krémes állagú zselék, közepes sűrűséggel rendelkeznek, és ötvözik a Royal zseléknek a kezelhetőségét, az árt géleknek a sűrűségével, illetve pigmentáltságukkal. Igazából állagát tekintve egy ilyen közepes sűrűségű anyag, viszont ahogy belenyúlunk az anyagba, és ahogy elkezdünk vele dolgozni, egyáltalán nem nyúlik az anyag. Ami azért nagyon-nagyon jó, mert hogy ezekkel az anyagokkal igazából ilyen kiemelkedő, picit domborúbb, háromdimenziós jellegű díszítéseket készítünk. És ezeknél a díszítéseknél nagyon nagy hátrány, hogyha nagyon nyúlós, ragadós az anyagunk, és ennek az anyagnak abszolút nincs meg ez a tulajdonsága, sőt, olyan az állaga, hogy kifejezetten ezt a munkát segíti, tehát sokkal könnyebben, rövidebb idő alatt szebb eredményt tudunk elérni, hogyha ezeket használjuk majd ezeknek a matricáknak, illetve nyomdamintáknak a kitöltésére. Magasan is használhatóak, tehát háromdimenziós díszítéseket nyugodtan ki lehet velük alakítani, melyek szépen át is kötnek. Pigmentáltságuk is elég magas, körülbelül a Royal Jelly és az árgél pigmentáltságuk között van valahol, tehát lehet velük akár vékonyan is díszíteni, egyéb más technikákhoz is nyugodtan lehet őket alkalmazni. A kötésük az hasonlóképpen működik, hiszen ugye a Royal Jelly is fixálásmentesre köt, ez a termék is fixálásmentesre köt. Ugyanúgy megragadnak matt, illetve fényes felületen is, tehát nyugodtan lehet ugyanúgy alkalmazni őket, mint egyébként a royálos díszítéseket, vagy akár az átgéles díszítéseket alkalmazzuk. És a kötés idejük, hát vastagságtól is függ természetesen, alapesetben ilyen 1-2 perc, lett 2-3 perc UV, viszont minél vastagabban használjuk őket, vagy nagyobb kiterjedési felületre, annál inkább növeljük hozzá arányosan a kötési időt.
határnyalatban jelent meg. Van fekete, fehér, piros, sárga, és egy világosabb kék, illetve egy sötétebb rózsaszín. Ezek az árnyalatok természetesen egymással keverhetők, a tulajdonsága az anyagnak ugyanúgy megmarad, egyedül a színek változnak. Ugye a keverő palettában akár új árnyalatokat is úgy tudunk kikeverni, hogy azután azok nem vésznek kárba, lecsukjuk a szépen a keverő paletta fedelét, félrerakjuk, és bármikor, amikor egy-egy árnyalatra szükség van, akkor elővesszük őket, és használhatóak. Ismételten megjelent 3 darab porcelánpor 5 ml-es kiszerelésbe, ugye ezek a nyári trendi árnyalatok, 84-es, 130-as és a 3-as színű porcelánpor. Hát a következő termékcsoport, amiről beszélnék, ezek a készletek lesznek. Mindig megjelennek, ugye ezt már megszokhattuk, a bestseller, illetve a trend color készletek, és természetesen most is ugyanazokban az anyagcsoportokban, mint ahogy megszoktuk, megjelentek, tehát one step kristalakból, 3 step kristalakból, porcelánból, színes zseléből és royal zseléből is elérhetőek majd ezek a nyárra. Van egy jó hírem azoknak, akik szeretnek coverrefill anyagokkal dolgozni. A coverrefill hardtan árnyalatból, ami nyáron abszolút népszerű, én is csak ezzel dolgozok olyankor, megjelent egy 50 ml-es kiszerelés, úgyhogy szerintem a szalonkörmösök ezt nagyon-nagyon fogják értékelni. Ugye hát nyáron minden vendég strandol, sokan már ilyenkor is ugye előkészülnek és szoriznak, és már nekem is rengeteg vendégem van, akinek nagyon jó kis csoki barna lett a bőre, és most már nekik is így április-májustól elkezdtem használni ezt a TEN árnyalatot, úgyhogy innentől fogva 50 ml-es kiszerelésben is elérhető lesz. Jó, a következőkben pedig egy nagyobb csoportról fogok így átfogóan beszélni, ugyanis a nyomdázás technikája, hát ugye azt tudjuk, hogy még mindig abszolút éli világát, és hát nagyon-nagyon népszerű, és most ebben a szezonban is többféle újdonsággal rukkoltunk elő, ami a nyomdázást segíti elő, illetve több új nyomdalemez is és nyomdalak is jelent meg. Hát először szerintem a nyomdalemezekről beszélnék nektek. 3 új nyomdalemezünk lett, ugye itt csomagolva is, illetve majd közelikében láthatjátok már a fólia nélkül is. Végre lett egy florál nyomdalemezünk, a vitrázs nyomdalemez jelent még meg, illetve a polygons. Ezek közül igazából mind a 3 nyomdalemezen van olyan minta, amit majd ezekkel az új kitöltő zselékkel, a Royal krém zselékkel lehet majd kombinálni, és igazából vannak olyan minták, amelyek hasonlóak lesznek majd a matricákhoz, de ugye ezzel is azt szerettük volna segíteni, hogy ki az, aki jobban szeret matricát ragasztani, ki az, aki jobban szeret nyomdázni. Hát nem vagyunk egyformák, mindkét technikával abszolút ugyanaz a hatás kiválóan elérhető, gyorsan, tehát abszolút szalon díszítések ezek, de ugye teljesen változó, hogy ki mivel szeret dolgozni, kinek mi a kényelmesebb, úgyhogy azért gondoltuk úgy, hogy akkor legyen nyomdalom ez is, legyen matrica is, és akkor végül mindenki boldog lesz. Úgyhogy ugye 2 nyomdalom, ez a vitrázs és a polygons, azok abszolút erre a technikára jöttek létre. Na most ez nem azt jelenti, hogy önmagukban a minták nem használhatóak, mert kitöltés nélkül is gyönyörűen lehet nyomdázni velük. Tényleg nagyon-nagyon szép motívumok vannak, hát már most látom, hogy mik lesznek a kedvenceim, és anélkül is jók lesznek. A florál nyomdalemezen pedig ilyen is, olyan is van, vannak annyira kis finoman kidolgozott minták, amit mondjuk kevésbé érdemes elkezdeni kitöltögetni, hiszen akkor esetleg elveszhet a minta részletessége, de vannak benne olyan virág motívumok is, amelyek kitöltve is kiválóan alkalmazhatók, úgyhogy szerintem szeretni fogja mindenki ezeket a nyomdalemezeket is. 2 új árnyalatban jött még ki nyomdalak, van egy ilyen kékes színünk, és egy sárga árnyalat, ezek ugye ugyanúgy kifejezetten nyomdázáshoz fejlesztett lakkok, levegőre száradnak, nagyon erős pigmentáltsággal rendelkeznek, tehát vékonyan is nagyon szépen fednek. És 2 kellék még, az egyik az ő lenne, ez egy ilyen nyomda lemez tartó kistok, fekete színben jelent meg, ez egy kis bőrtok, és ugye 20 hely van benne, tehát a mi egyedileg gyártott nyomdalemezeinket abszolút könnyedén bele lehet illeszteni, és nagyon szépen lehet tárolni bennük. Ez azért is jó, mert ugye nekem is rengeteg nyomdalemezem van, hát ugye az összes megvan igazából, amit már kiadtunk,
És ugye, amikor a vendégek nézegetik, hogy milyen mintát választanak, akkor ugye csak oda rakom eléjük, viszont nincs olyan szépen prezentálva. Ellenben, hogyha ugye ebben a tokban tárolom, akkor nem is karcolódnak, nem sérülnek, tehát ettől is védi őket, illetve nagyon szépen a vendég is ugye fel tudja lapozni, és abszolút látható, hogy mi a választék, és milyen mintákat szeretnének a körmükre. Pluszban egy nagyon előnyös tulajdonság, hogy tulajdonképpen ebbe a tokban nem csak a nyomdalemezeket lehet eltárolni, hanem akár beférnek a vizes matricák is. Például, hogyha most megfogok egy kis vizes matricát, és csak így szemléltetésül mutatom, hogy ebből a méretből akár 2 darab belefér, vagy hogyha a nagyobb méretet veszem elő, abból pedig ugye 1 darab belefér. Úgyhogy a matricák rendezéséhez is ez nagyon jó. Ott még szerintem még inkább szempont az, hogy védjük őket, mert ott ugye, hogyha lejön róla ez a hordozófilm, akkor megsérülhet, nedvesség érheti, akármi, és abszolút használhatatlanná válnak azután. Viszont, hogyha ebbe a tokba rakjuk el őket, akkor ugye egyrészt nagyon szép rendszerezve lesznek ugye a kis díszítő elemeink, illetve a vendégek is így könnyebben tudnak majd választani. És a negyedik dolog a nyomdázással kapcsolatban, ami fontos és egy nagyon jó kis termék lett, ez egy nyomdalemez tisztító folyadék. Ez egy 100 ml flakonban van, és ugyanúgy pumpás verziójú, mint mondjuk a spray prep. Egyébként ez hasonló flakon nagyon, mint a spray prep, úgyhogy ha már ott bevált, akkor ennél is biztos befog. Zöldtás illatban jelent meg, és ez egy nagyon jó kis friss illat, ugye már az Easy Remover-eknél tapasztalhattuk, is ismerős lehet, és ez kifejezetten olyan összetevőket tartalmazó folyadék, ami abszolút nem mattítja be a nyomdalemez, nem lesz tőle csíkos, viszont nagyon-nagyon jól leszedi a beleszáradt nyomdalakokat, még a felületről is nyilván, de a résekből is, tehát a kigravírozott mintából is könnyedén eltávolítható vele a beszáradt lak. Úgyhogy ha ezzel tisztítjuk a nyomdalemezeinket, akkor sokkal jobb eredményeket érhetünk el, mert nagyon sok olyan eset van, amikor azért nem tudunk felvenni egy mintát, mert vagy olajos lemosót használtunk, vagy annyira masszatos lesz a nyomdalemez, hogy szinte egy ilyen plusz réteg rárakódik, és attól nem tudjuk kiemelni, vagy a harmadik eset, ami még elő szokott fordulni, az az, hogy annyira mélyen beleszárad ugye a mintába a lak, hogy elveszíti a minta mélységét, és ugye emiatt nem tudjuk felvenni a mintát, úgyhogy ez a cleaner igazából ezt meg fogja oldani nekünk. Szeretném bemutatni a legújabb UV-lámpáinkat. Itt láthatóak az asztalon. Ugye mind a kettő ugyanúgy néz ki külsőleg, viszont belül másak, ugyanis az egyik rózsaszín fénnyel világít, a másik viszont fehér fénnyel világít. Igazából a különbség a kettő között tényleg csak a színe a fénynek, hiszen mind a kettő lámpa köti a LED-re és az UV-ra kötőanyagokat egyaránt. Ahogy ugye láttátok, érzékelős a lámpa, tehát ha betesszük a kezünket, akkor fölkapcsol. És igazából, ami még nagyon jó tulajdonsága, hogy ugye a felső rész az könnyedén levehető, ez egy mágneses illesztés, és igazából nagyon könnyen vissza is helyezhető. Úgyhogy például pedikűrösöknek nagyon-nagyon jó szerintem ez a tulajdonság, nagyon könnyen mozgatható ezáltal a lámpa. Belül ugye körbe tükrös, tehát végül is egy fém váz van belül, ami abszolút visszatükrözi a fényt, így tényleg minden irányból köt a lámpa. Egyébként van rajta egy nagyon érdekes funkció, 10, 30 és 60 másodperce is bekapcsolható ugye a gép, ilyenkor megnyomom mondjuk a 10 másodperces gombot, betesz a vendég a kezét, és 10 másodperc múlva automatikusan lekapcsol. Illetve van egy 120 másodperces opció, ami egy ilyen low heat funkció, ez egy ilyen alacsony hőképződéssel járó kötést eredményez, ami tulajdonképpen abban rejlik a titok, hogy ugye ennek a lámpának van egy adott erőssége, és hogyha erre a low heat funkcióra kapcsoljuk be a gépet, akkor 40 másodpercig egy alacsonyabb erősségen fog elindulni, ami azt jelenti, hogy végül is a fényerő gyengébb lesz, emiatt lassabban köt az anyag, ha lassabban köt az anyag, akkor viszont ugye kevésbé olyan hirtelen köt át, és nem lesz olyan égető a kötés
érzése, úgyhogy ez szerintem főleg a nyári szezonra ez egy óriási segítség, mert vannak anyagok, amelyek ugye alapvetően nem is égetnek, télen szinte abszolút nem veszük észre, nyáron azok is jobban melegednek, eleve ugye a vendégek is eleve átforrósodott kézzel érkeznek, a hőmérséklet, tehát minden magasabb kötési hőről indul, az anyagok is szerintem akár benne a fiókban is melegebbek lehetnek, és ebből kifolyólag azért eléggé tudnak égetni nyáron az anyagok. Ugye nyilván erre van a szakaszos kötetés lehetősége, hogy ezt meg tudjuk tenni, és akkor kevésbé, csak nagyon sokszor van az, hogy a vendég még 2-3 körömnél figyel, 4.-5.-nél meg úgy elfelejti, és ugye az anyag meg megégeti. Hogyha ezt a lámpát használjuk, és ezzel a lóhit funkcióval dolgozunk, akkor elkerülhető ez az égető érzés. Amikor letelik a 40 másodperc, 40 másodperc után a lámpa felkapcsol a maximum teljesítményére, és akkor ugye már túl vagyunk ezen az égetős szakaszon, akkor onnantól fogva 120 másodperc, amíg le nem telik, addig ég a max teljesítményével. Úgyhogy szerintem egyrészt ez egy nagyon csinos kis lámpa, tehát kis helyet foglal, hogyha valakinek az asztalon van a lámpa, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítség, hogy egy ilyen formatervezéssel van kialakítva. A gombok hátul helyezkednek el, tehát ez nekünk nagyon könnyű, hiszen ugye mi hátulról tudjuk irányítani, hogy hány percig, illetve hány másodpercig megy a lámpa. És ami még szerintem klassz, hogy ugye a tetején van egy ilyen kis szilikonos, ilyen, hát mondjuk úgy, hogy alkartámasz, ami cserélhető, tehát ezt nagyon könnyen le lehet venni, viszont megcsúszni nem fog rajta, mert ugye alulról be van tulajdonképpen ez így biztosítva, és hogyha szeretnénk, fehérrel érkezik a dobozban, viszont rózsaszínre is ki lehet cserélni. Tehát ha valaki esetleg a rózsaszín fényű lámpát választja, és olyan stílusú a szalon, ahol dolgozik, hogy a rózsaszín is illik oda, akkor nyugodtan lehet beszerezni hozzá, külön kapható ez a rózsaszín szilikon kis alkartámasz. Ezek a szilikon kis támaszok nagyon könnyen tisztíthatóak, és minden vendég után akár át lehet törölni őket, ugye, hogy a higiéniára is tudjunk ügyelni, ez itt így könnyedén megoldható. Következő termék, ami egy nagy újdonság, ez egy ombre készítéséhez használt szivacs ecset tulajdonképpen. Ami nagyon nagy előnye ennek, hogy egy olyan szivacsot tartalmaz, vagy hát olyan szivacsból készültek ezek a fejek, amelyek abszolút nem lukacsosak, ami azért nagyon jó, mert ugye amikor bejött ez az ombre technika évekkel ezelőtt, akkor próbálkoztunk ugye ezekkel a szivacsos dolgokkal, és az volt mindig a probléma, hogy a szivacsnak a minősége sajnos nem volt elég jó ahhoz, hogy teljesen homogén átmenetet tudjunk alkotni. Na most ez a szivacs, ez már abszolút ezt eredményezi, teljesen homogén átmenetet képez. A csomagban egyébként összesen ugye 6 fej található, és a fejeket még külön is meg lehet vásárolni. Na most a technikája ennek, mondok egy példát most, hogyha mondjuk géllagból baby boomert szeretnénk csinálni, szerintem az az, amit legkevésbé tudtunk eddig szépen kidolgozni. Nagyon egyszerű, például a coverping bézgéllel csinálunk egy alapot, és fehér ártgélt veszünk föl a szivacsra, és szépen alulról fölfelé apró ütögető mozdulatokkal, akár többször átmenve, tehát többször rétegezve az anyagot villámkötetéssel, gyönyörű ombre körmöket lehet csinálni géllakból is, ugye a katalógusban erre számtalan példa van, úgyhogy ezekkel a kis szivacsfejekkel, természetesen nem csak fehérrel, hanem különböző színekkel is dolgozhatunk, és létrehozhatók ezek az átmenetek. Amire viszont felhívnám a figyelmet, hogy ez ártgéllel működik megfelelően. Tehát olyan anyagra van szükség, ami nagyon sűrű és nagyon-nagyon erősen pigmentál, mert akkor tudunk majd tényleg egy szép homogén színátmenetet alkotni. Az, hogy az alapszín az milyen termék, az nem probléma. Tehát lehet 3-step, lehet 1-step, lehet akár royal jelly, viszont ami fontos, hogy amit a szivacsal felviszünk, az mindenképpen ártgél legyen. És akkor fog kijönni tényleg a gyönyörű színátmenet. Ezeket a kis szivacsokat egy darab színhez javaslok, vagy hasonló színekhez például, hogyha egyet befogunk neon színekhez, az, hogy most neon narancs, neon pink, vagy neon koralldal dolgozunk, az nem probléma. Annyi, hogy ki kell ugye minden egyes szín után tisztítani őket, cleanserben tisztíthatóak, nem kell megijedni, egy picikét felpuffad
a szivacs, és egy kicsit ilyen, hát nagyobb lesz, megnő a térfogata, a cleansert, ahogy beszívja, viszont ahogy az elpárolok belőle, teljesen kiszárad, akkor visszahúzódik, megint ugyanez a méret lesz, és egy picikét az ártgél ugye benne marad, tehát megszínezi a szivacsot, viszont nem kell félni, mert olyankor az már nem fog, hanem ugyanúgy belemelthetjük a következő színbe, és dolgozhatunk tovább. Tehát a 4 darab szivacsfej egyébként egy külön szedben is kapható, úgyhogy ha annyiféle színhez akarunk, akkor tudunk még hozzá beszerezni. A következő, és szerintem a szezon legeslegnagyobb újdonsága, ez az új Kristálnél sablon. Hát többféle sablont próbáltam már, de azt gondolom, hogy ennél jobb sablon még soha az életben nem volt a kezembe, és szerintem vagyunk ezzel egy páran, akik így gondolják. Nagyon-nagyon különleges anyaga van. Egy abszolút forradalmi újításnak köszönhetően ez a sablon szerintem a piacon lévő sablonok közül a legjobban formázhatóbb sablon. Azt kell elképzelni, hogy ahogy meghajlítjuk ezt a sablont, ez így marad, tényleg úgy marad, tehát olyan hatás érhető el a használatakor, mint mikor használtuk ezeket az alumínium sablonalátéteket, és meghajlítottuk őket ugye egy hajlító rúd segítségével. Na most ez alátét nélkül ugyanúgy meg fog maradni, és annyira fantasztikus vele dolgozni, hihetetlenül jól tartja a formát. Rengeteg nagyon jó tulajdonsága van, igazából azt sem tudom, hogy mit soroljak először, tehát az anyagát tekintve, ugye ez a formatartósága, ez fantasztikus, tehát ez szerintem, amit leginkább ki tudok emelni. Illetve eleve a felületi kialakítása is a sablonnak úgy lett megtervezve, hogy tényleg minden igényt kielégítsen, hogy elég szélesek legyenek az alsó szárnyak, hogy szépen tudjuk illeszteni, hogy közel derékszögű legyen a vágása, mert van, aki a hullámot esetleg nem tudja olyan szépen összeragasztani szimmetrikusan. Tehát a derékszögű sarkak ezt is segítik, hogy a szimmetrikus összezárás is jól sikerüljön. A hátsó és oldalsó szárnyak is kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy az új alá is be tudjunk támasztani a sablonnal, illetve a hátsó szárnyak, hogy azok is akár még itt a bütyköt is fogják, ami miatt ugye a vendég nem tudja majd hajlítani leföl az ujját, ezáltal sem fog elmozdulni a sablon. Az anyagot tekintve, hogy egy picit erősebb, merevebb anyagból készült, ez azért nagyon-nagyon jó, mert ugye emiatt tartja egyrészt így a formát, másrészt nagyon sok esetben találkozok én is olyan ujjakkal, körmökkel, ahol az oldalsó bőrredő azért eléggé ott van az útban, és nagyon sokszor problémát jelent nekem is az, hogy azt az oldalsó bőrredőt nem nyomja le eléggé a sablonom, megtörik ott a sablon, és nem tudok tényleg egy folytatólagos ívet adni annak a körömnek, amit építek. És viszont mivel ez a sablon egy kicsit erősebb anyagból készült, ezért ez az anyag olyan gyönyörűen lenyomja ezeket az oldalsó kis bőröket, húsikat, hogy tényleg gyerekjáték vele építeni. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó. Akkor amit még észre lehet venni, ugye ebből az anyagból kifolyólag, hogy ugye egy erősebb anyag, elsőre furcsa lehet mondjuk egy pillangós sablon után, hiszen én is előtte éveken át csak azt használtam, a vágása, tehát a kimélyítéskor érezhető, hogy egy picit, mintha nehezebben vinni az ollót, de egyébként nem igaz ez, tehát ugyanúgy jól vágható, abszolút jól formázható, viszont ugye mivel erősebb az anyag, ezért nyilván egy kicsit jobban ellenáll az ollónak, vagy tehát ez egy szerintem pár sablon megvágása után abszolút eltűnik ez az érzés bennünk, hogy jaj, mintha ez egy kicsit nehezebb lenne vágni. Egyedül erről van szó, hogy az anyag egy picit erősebb, és természetesen ezt az anyagot más vágni, mint mondjuk egy papírsablont, egy pillangósablont. Úgyhogy emiatt érezhetjük majd ezt. A belső magnak a kialakítására is szeretném felhívni a figyelmet, ez is úgy lett kialakítva, hogy mandula formájú körömlemezekhez legyen inkább igazítható. Kevesebb esetben van szerintem szögletes, természetes mosolyvonallal megáldott vendég a szalonokban, mint mandula. Eleve az emberek nagy többségének mandula formájú a természetes mosolyvonala is, és ezért alakítottuk ehhez igazából ezt a sablont. Nekem nagyon sokszor előfordult, azért én már bevallom, jó pár szettet megépítettem vele,
nagyon sokszor előfordult, hogy szinte semmit nem kellett belőle vágnom, éppen hogy csak az oldalsó bemetszéseket. Egyébként az oldalsó bemetszésekre sem feltétlenül van szükség, mivel annyira jó erős az anyaga, hogyha megnyomjuk a sarokpontoknál a sablont, az úgy meg is áll. Tehát nem feltétlenül kell ugye az oldalsókat is 45 fokban bemetszeni, viszont ha mégis valaki úgy érzi, hogy úgy a pontosabb a munkája, vagy olyan a vendégkör, hogy mindenképpen meg kell ejteni, akkor ez a szaggatott segédvonal jelzi ezeknek a bemetszéseknek az irányát is. Ugye a sablonnak a sávozása, illetve a mintája is úgy lett kialakítva, hogy ugye a rózsaszín és ezüst sávok váltakoznak, ami ugye segít nekünk abban, hogy azonos hosszakat tudjunk építeni, meg is van számozva, az szerintem akkor lehet segítség, hogyha ugye a vendégünk azt mondja, hogy ő közepes méretű körmöt akar, jó, kinek mi a közepes, tehát mondja meg akkor, hogy kettesig, hármasig vagy négyesig érjen. És ugye utána már, ahogy megyünk tovább sablonról sablonra, nagyjából azért ezt be lehet lőni. Ugye a középvonal is szépen ki van alakítva, illetve a legnépszerűbb szerintem manapság a mandula körömforma, úgyhogy ezek a sávok is mandula formát segítik elő, mandula forma építését. A sablonnak a ragasztója is tényleg kiemelkedő, nagyon erős ragasztója van, nagyon jól tapad a bőrhöz, abszolút nem nyílik szét, hát eleve annyira tartja a formát, hogy nincs is benne feszülés, tehát nem tart szét a sablon összeragasztás után, tehát nagyon-nagyon könnyen megformázható. Igazából úgy használjuk, hogy a magot, tehát ezt a belső magot, ugye én fordítva beleragasztom, és ezzel a középső szakaszon még erősebb tartást biztosítok a sablonomnak. Mivel ez a mag, ez teljesen le van kerekítve, abszolút nincsenek szögletes pontjai, emiatt, hogyha beleragasztom, egyáltalán nem töri meg a sablon, tehát gyönyörűen hajlítható azután is, és formázható a sablon. Igazából csupa jó dolgot tudok róla elmondani, és hát biztos vagyok benne, hogy nem csak én, meg mi, akik már használtuk, leszünk teljesen elájulva tőle. Tényleg nagyon ajánlom. Abszolút használható szalonhosszakhoz, hiába ugye nem építünk ekkora szalonhozt, természetesen én is általában megmaradok a középhosszúságú körmöknél, viszont ahhoz, hogy egy nagyon szép formát tudjak adni a körömnek, azért általában mindig hosszabb sablonnal dolgozok. De egyébként ki lehet építeni teljesen a teljes sablonhosszon is ugye a körmöket, akkor már akár extrém formákat is tudunk alkotni. Úgyhogy abszolút sokrétűen felhasználható kis sablonról lesz szó. A következő termék, amiről pár szót szeretnék szólni, ezek előre csomagolt kis cleanser pedek lesznek. Egy doboz 100 darab ilyen pici kis tasakot tartalmaz, ami tulajdonképpen cleanserrel átitatott lapkákat rejt, és hát egy-egy ilyen lapkával azért mondjuk 2-3 körmöt is át tudunk törölni, illetve hogyha ugye úgy fordítjuk, vagy ügyesen használjuk föl az anyagnak a méretét, akkor akár egy egész kezet is át tudunk vele törölni. Ugye ez egy nagyon egyszerű, gyors megoldás, csak felszakítjuk ezt a kis tasakot, kivesszük belőle a cleanserrel átitatott lapkát, áttöröljük vele a körmöket. Általában 2 vagy 3 ilyen kis tasak megy rá egy vendégnek a két kezére, úgyhogy ugye 100 darabot tartalmaz a tasak, hát elég gazdaságos, azt gondolom. Az anyag, amit pedig ugye tartalmaz, ez a hagyományos cleanser, tehát nem az illatosított, hanem ez a hagyományos cleanser van ugye benne ezekben a tasakokban, és ugye teljesen ugyanúgy használjuk, mint egy flakonos cleanser, tehát ugyanaz a tulajdonsága, ugyanúgy fényessé, ellenállóvá teszi majd a fixálós anyagokat. A nyári szezon közelettével megjelentettünk néhány ilyen vizes teli matricát is nyári árnyalatokban, illetve nyári mintákkal. Vannak naplementés tengerpartosak, illetve ilyen nagyon klassz kis dzsungelmintások, ahol tukán, flamingó, hibiszkuszvirág, ananász, mindenféle található, úgyhogy ezekből is lehet csemegézni. Illetve kijött 2 csoport, teljesen új matrica, teljesen új hatás. Mutatom először az aranyezüst matricákat. Ezek fólia hatású matricák. 5 darab arany és 5 darab ezüst minta jött ki. A minták közül igazából egyetlen egy esetben van egyezőség, egyébként minden más minta különbözik egymástól, valamelyiket ezüstben, valamelyiket aranyban lehet megvásárolni.
Igazából ezek a minták, ezek nagyon-nagyon könnyűvé teszik ugye ezeknek a fóliás hatású körmöknek az elkészítését. Eddig ugye csak transferfóliával voltunk képesek ilyen nagyon csillogó, fényes, ezüst, illetve arany felületet kialakítani. Most már a vizes matricák segítségével ez is megoldható lesz, és ugye használatukat tekintve teljesen megegyezik, mint minden más vizes matrica. Tehát ugyanúgy vízzel itatjuk le, vagy vízzel választjuk föl ugye a hordozó anyagáról, ugye ezt a vékony filmet le kell róla húzni, savmentes primert pedig ugye ugyanúgy tegyünk alá, hogy szépen felfeküdjön a felületre, viszont a felületen a savmentes primert óvatosan adagoljuk, nehogy megmarjuk vele ezt az arany, illetve ezüst fényréteget. Jó, és akkor a másik óriási kollekció, az pedig ugye ez a színező matrica. Ezek is vizes matricák, viszont ezek kifejezetten ehhez a kitöltős, színezős technikához lettek kiválasztva ugye a minták. Rengeteg féle van, mindegyik mintából van fekete, fehér, arany, illetve ezüst, ugye attól függően, hogy milyen hatású díszítést szeretnénk elérni. Ezekhez nagyon-nagyon jól passzolhatóak majd, ugye ezek a Royal krém zselék, de például ne felejtsük el akár a barokk zseléket is, hiszen aranyhoz, ezüsthöz azt is lehet passzintani, úgyhogy ezekkel a matricákkal is rengeteg típusú díszítést lehet elérni. Ebből a matricából 20 féle jött ki, hiszen 5 féle csoport van, és mindegyikből ugye van fehér, fekete, ezüst és arany. Ugye itt megyek sorba, ugye itt látható a Blooming kollekcióból egy arany, a Rokokóból van egy fekete nálam, a Vitrásból egy ezüst színű, a Vines kollekcióból egy arany, és az Animalsből pedig egy ezüst, de ugye mindegyik színárnyalatban megtalálható. A fehér az ilyen kékes háttérrel rendelkezik, ugye ez ne tévesszem meg senkit, ugye, hogy látszódjon egyáltalán a fehér matricát, fehér háttérre nem lehetett volna elhelyezni, ezért van ilyen világos kék hátteren. Na most ezekről a matricákról, és ugye a fólia hatásokról is, tehát ezekről az aranyezős matricákról is, az mondható el, hogy egy picikét tovább kell őket vízben áztatni, illetve miután áztattuk őket, óvatosabban kell bánni a letörlésükkel. Nagyon-nagyon leitatjuk róluk a vizet, tehát például betesszük ugye a papírtörlő rétegei közé, és nagyon lenyomkodjuk, akkor sokkal lassabban kezdenek el csúszni, és nehezebb lehet esetleg a felhelyezésük. Picikét vastagabb ugye ez a papír, amin rajta vannak, és emiatt kell egy kicsit több víz, hogy fölázzon. Most nem kell sok időre gondolni, tehát amikor azt mondom, hogy tovább tartsuk benne, az maximum egy 10 másodperc. 2 új csiszolófej is jelent meg. Az egyik, az egy, hát igazából mint egy kis szög. Van egy ilyen kis teteje, ami egy korong tulajdonképpen, gyémántporos borítással, és igazából ez a kis gyémántforos csiszolófej élére állítva kiválóan alkalmas arra, hogy strasszköveket szedjünk ki a körömből, úgyhogy igazából kifejezetten ehhez lett kifejlesztve, ez azt gondolom, hogy egy elég kíméletes, fájdalommentes megoldás, hogy szépen óvatosan ennek a kis csiszolófejnek a sarkával szépen lecsiszoljuk a strasszköveket. Ami a jó benne, hogy nagyon picike, tehát ez a fej, ez elég picike, és akár a hátsó bőrredőhöz közeli helyeken elhelyezett strasszköveket is könnyen ki tudjuk vele szedni, hiszen eleve nem takarja be a munkafelületet, tehát látjuk, hogy hol csiszolunk, illetve könnyebben hozzáférhetünk az ilyen kritikus helyekhez is, anélkül, hogy sérülést okoznánk. Másik csiszolófej pedig szintén egy nagy kedvencem, ez egy frézer tisztító csiszolófej. Ez tulajdonképpen egy nagyon-nagyon erős sörtével rendelkező kis fej, ami nagyon-nagyon könnyedén kiszedi a csiszolófejekbe ragadt anyagmaradvány, esetleg díszítőelem maradvány, vagy pedig például a kiskugli csiszolófejben nagyon szépen kiszedi ugye a száraz bőrt, hiszen ugye nagyon fontos, hogy ezt minden egyes vendég után nagyon alaposan kitakarítsuk, nagyon jól lefertőtlenítsük, hiszen azért ott mégis tulajdonképpen az elhalt bőrt csiszoljuk ki vele, és elengedhetetlen, hogy erre ügyeljünk, ami hát nagyon nehéz egyébként egyik vendég után a másikat, ahogy fogadjuk. Hát egy pár perc elmegy azzal, amire tényleg aprólékosan minden egyes kis zugba benyúltam, én is tisztítő tűvel oldottam eddig ezt meg.
illetve hát utána fertőtlenítettem csak, viszont ezzel a frézertisztítóval nagyon gyors. Úgyhogy pár mozdulat, ugye ezt a frézertisztító fejet rakjuk be a csiszológébe, a kis tisztítandó fejet fogjuk a kezünkbe, és néhány húzással, hogy forgatom közben a tisztítandó csiszolófejet, meg lehet tisztítani. Illetve még itt van előttem, ez egy nagyon érdekes kis termék, ezek tulajdonképpen mágnes golyók, amit tigris szem kristallakokhoz lehet használni. Ez egy csomag, 50 darab ilyen kis mágnes golyót tartam, az ugye lehet itt is látni, hogy teljesen összetapadtak. Ezeket a mágnes golyókat spatulához lehet rögzíteni, ugye attól függ, hogy hogyan lehet egy sorba, vagy többet fölrakni, akár így egymás mellé a spatulán, és ezzel is meg lehet mágnesezni ugye a tigris szem kristallakokat, így különböző hatásokat érhetünk, új hatásokat érhetünk el ezek segítségével. Van itt még előttem, még mindig rengeteg díszítőelem. Ugye tavasszal jelentek meg a nélfettik, és ezek a cukorporok, na most ebből jöttek ki nyári színek. 4-4 árnyalat, a nélfettik között vannak olyanok, amelyek csak sejemfényűek, vagy ilyen irizálók, vannak olyanok, amik fémes fényűek, van narancsos, tilás, kékes, illetve ilyen kis vegyes, sárgás, rózsaszínes szín is, úgyhogy lehet belőlük csemegézni. Illetve cukorporból pedig 4 neon árnyalat jött ki, egy neon sárga, egy neon narancs, egy neon korall, illetve egy neon pink, és egyébként ezek igazából egyféle színt tartalmaznak, viszont egymással is remekül keverhetőek, tehát én simán mondjuk összekeverném a 4-et is egymással, de lehet úgy is, hogy mondjuk csak a sárga narancs, vagy pink korall, vagy bármilyen kombinációba, és nagyon klassz kis hatásokat lehet velük elérni. Jelenik meg még 2 darab díszítő rombusz, ami ugye ilyen holografikus színjátékkal rendelkező kis díszítő elem, rombusz formában. Ebből van egy ilyen májvás rózsaszín, meg egy ezüst színű, mind a kettő így abszolút holóban játszik, és hát nagyon klassz kis hatásokat lehet kirakosgatni belőlük, lehet akár egymás mellé is, vagy teljesen elszórtan, illetve alakzatba például ilyen kockákat, vagy ilyen egész ilyen dimenziós körmöket is kialakítani. Na most egy jó tanács ezek használatához, én azt vettem észre, hogyha ugye a körömlemezre függőlegesen akarjuk felrakni ezeket a rombuszokat, valamiért automatikusan így elfordulnak. Viszont, hogyha nagyon sűrű anyagot viszek fel a köröm felületére, és abból is elég vékony réteget, akkor igazából nem lesz ott nagyon nagy anyagmennyiség, ami meg ott van az elég sűrű, és így kevésbé fordulnak el. Úgyhogy géllaknál én általában Easy of Clear-t szoktam felvinni, tényleg nagyon vékonyan a felületre, és abba nyomkodom bele, és a felületére is Easy of Clear-t viszek föl, majd azt egy picit általában formázom, azért ilyenkor kell a nail fettit is így építem be, kvázi a köröm felületébe, hogy fölé is egy picit sűrűbb, testesebb anyagot viszek föl, amivel tényleg abszolút szépen le tudom fedni, így teljesen sima lesz a felület, és nem hagyja el a vendég, a rombuszokra is ez lesz igaz. Megjelenik egy Super Holo nevű új holopor, ez egy nagyon-nagyon apró szemű holopor, rendkívüli fénnyel rendelkezik. Ez igazából az a por, ami a napon annyira gyönyörűen fénylik, hogy nem tudsz más merre nézni, csak ezt nézed. El is készítettem egy mintát belőle, ez 1-es 36-on van felvíve, ugye az 1-es 36-ba dolgoztam bele ezt a holoport, és hát gyönyörű, tényleg gyönyörű a fénye. Nagyon apró szemű, nagyon szép összefüggő réteget alkot, szuper fényes, úgyhogy ő lenne a szuper holopor. Ami még egy nagy előnye, hogy világosabb színű, mint a már megjelent holopor, és ezáltal egy picikét jobban átengedi az alatta lévő színeket. Tehát én kifejezetten javaslom neon színeken kipróbálni, nagyon-nagyon szép lesz a hatása. És hát itt van előttem a 4 darab Crystal Flakes, amiről ugye már korábban is beszéltem a Cool Top Gel kapcsán. Hát ők igazából ilyen díszítő pigmentpelyhek tulajdonképpen. Nagyon erős pigmentek ezek is, ugyanúgy, mint akár a Chrome Mirror pigmentek. Hasonló a hatás, amit ki tudunk belőle alakítani, viszont ezek nem porrá őrölt kis pigmentek, hanem szinte ilyen kis pelyhek.
és tényleg gyönyörű, szép effekteket lehet belőlük létrehozni. Ezt is elkészítettem előre, mutatok példákat. Ugye 4 színben jelenik meg, és mind a 4 színhez gondoltam, hogy csinálok egy-egy példát. Van 2 árnyalat, amelyek ilyen áttetszősek, inkább effektként használhatjuk. Nekem kedvencem, hogyha fehérre visszük föl, ugye ezek itt láthatóak, és a másik 2 por, azok pedig ugye elég erős színt adnak, és fednek is bőven, úgyhogy azokat pedig fekete színre vittem fel, és lehet látni, hogy micsoda hatás alakul ki, tényleg lenyűgöző, és gyönyörű, gyönyörű szép a fénye, és mindenféle árnyalatban csillognak. Amit észre lehet még venni, hogy ezek a kis pelyhek, ezek a felületen is visszatükröznek. Én úgy szoktam használni őket, ugye eleve fontos, hogy egy fixálásmentes anyagba dörzsöljük bele. Ugyanúgy, mint ugye a szuperholoport, ezeket a pelyheket is akár a Cooltopgélnek, akár Exémtopsájnak, vagy Supersájnak a felületébe dolgozzuk bele. Körülbelül egy ilyen, hát a szuperholopornál már csökkentjük le ugye a kötési időt, ott egy ilyen 10-15 perces kötési idő elegendő, utána nyugodtan lehet beletenni, de ezekre a pelyhekre is körülbelül ez az, amit tapasztaltam. Természetesen a kötési idő mindig lámpafüggő, tehát ne tévesszen minket az meg, hogy mondjuk én egy 4 csöves LED lámpába, vagy akár az új LED-es lámpáinkba, hiszen ezek is nagyon erősek, ezekben mondjuk 10 másodpercig köttetem, lehet, hogy egy 1 csöves UV lámpában, amiben mondjuk fél éve nem volt csőcsere, abban lehet, hogy 30 másodperc lesz az a 10, tehát ezt mindig vegyük figyelembe, ugye ez nem csak ezeknél a termékeknél, technikáknál mindig nagyon-nagyon fontos. De egy ilyen 10-15 másodperc után egy jó erős lámpában már gyönyörűen beledolgozható a felületbe. Na most a szuperholónál is, illetve a flexeknél is én bele szoktam mártani vagy az ujjamat, vagy esetleg az applikátort, és először csak így rá nyomkodom a felületre. Ez azért fontos lépés, mert hogyha nem oszlatom el egyenletesen először nyomkodó mozdulatokkal a felületen, akkor nem fog látszódni az, hogy ezek pelyhek. Mert hogyha csak felvesszük mondjuk az ujjunkra, és elkezdjük rögtön dörzsölni, akkor annyira összetörnek ezek a pelyhek, hogy viszonylag sima felület alakul ki belőle. Viszont, hogyha először csak rányomkodom a felületre, és tényleg ezek a pelyhek tapadnak bele, utána természetesen elkezdem dörzsölni, hogy a köztes részeket kitöltsem, de így sokkal érdekesebb lesz a hatás. Úgyhogy ezt a felhasználási módszert javaslom inkább. A fedésüket a szuperholopornak is, illetve ezeknek a pelyheknek is úgy oldjuk meg, mint ahogy a Chrome Mirror technikánál ezt már megszoktuk, hogy savmentes primerrel áthúzzuk ugye a felületet, és majd csak ezután követi ezt 2 réteg fényzselé, és így biztos, hogy nem fog fölválni a körömről. Tehát ez egy bombabiztos módszer. Amit még esetleg lehet, a savmentes primer előtt meg lehet nagyon finoman csak a köröm élvonalát egy kicsit reszelni, és akkor ugye az élvonalról teljesen levisszük a port, vagy ezeket a pelyheket, és ott is majd, amikor fényzselézzünk, akkor bekenjük az élét, és végül is körbezárjuk a fényzselével, és így egy nagyon erős tapadást alakítunk ki, egy jó kis védelmet adunk ezeknek az effekteknek, és 3-4 hét múlva ugyanúgy viszont látjuk őket, nem fog megpattogni.